A régi Bánki iskola egyik termében tartott rendvédelmi fórumot Király Balázs rendőr főtörzsőrmester, a Technikum városrész körzeti megbízottja, Szabó Zsolt és Mezei Zsolt képviselők közreműködésével. Az interaktív tájékoztató főként az ünnepekre irányult, hogy hogyan védekezzenek a lakók a betörések és egyéb veszélyek ellen. Ugye jönnek az ünnepek, sokan fogadnak ilyenkor vendégeket, és nem szabad arról megfeledkezni, ugye az örömteli pillanatokban, hogy a lakásnak a zártsága az megmaradjon. Tehát, hogyha jönnek a vendégek, ugye először mindenki, ahogy belép a lakásba, az előszobában ugye felakasztják a fogasokra a ruháikat, ugye benne vannak a pénztárcák, utána mennek a nagyszobába, bentartózkodnak a helyiségben. Ha nem zárják be a bejárati ajtót, ugye a besúranók kihasználhatják ezeket az óvatlan pillanatokat, és ugye egyből már kész is a jogsértés. A körzeti megbízott kitért a szilveszterkor használatos pirotechnikai eszközökre, valamint a trükkös csalókra is. Nem utcai árusoktól, csomagtartóból kell vásárolni ezeket a termékeket, hanem meghatározott pirotechnikai árusításra kijelölt helyeken, ugye szakemberektől. Illetve mindenképpen ki fogok térni arra, hogy petárdát semmiképpen ne vásároljanak. Ugye mind baleset megelőzési szempontból, tehát jogszabályi akadály is van ennek, több szempontot fogok majd itt taglalni. Ugye a csalókkal kapcsolatban, a trükkös csalók, és ahogy említettem, a házalókkal kapcsolatban is fogok majd több gondolatot megosztani. Itt ugye arra fogok kitérni, hogy milyen jellegű csalók vannak, tehát ilyen szolgáltatók, akár gázszolgáltató, villamosenergia szolgáltatókról fogok majd beszélni. Tehát akik ezeknek álcázva jelennek meg, és mindenféle ürüggyel bejutnak a lakásba, esetleg kifigyelik, hogy hol tárolják az idősek a készpénzt, a figyelmét elterelve meg tudják károsítani. Király Balázs hozzátette, nem csak az időseket, hanem a fiatalokat is tájékoztatja a tudnivalókról, hiszen iskolarendőrként a város középiskoláiba is gyakran ellátogat.